Ugye ez egy húsvéti összejövetelünk, amikor, amikor megemlékezünk arról az elképesztő dologról, ami a világ mindenségnek a legnagyobb eseménye volt, az a helyzet, hogy nem tudjuk ezt elégszer kihangsúlyozni és elégszer világossá tenni, és nem csak húsvétkor, hanem az életünk minden napján, karácsonykor és bünköskor és mindenkor, de mégis valahogy a keresztény világ ezekben a napokban arról emlékezik, és arra emlékezik, hogy volt ez a bizonyos názáreti Jézus, aki, aki, akir egy nagyon-nagyon ellentmondásos személy volt, a történelm legellentmondásosabb személye. És ez csak azért van, mert, mert az ember nem tudták elfogadni, hogy ez létezik. Létezik, hogy az Isten így látogatja meg az ő népét, illetve így látogatja meg az embert. Létezik az, hogy ez az ember, ez az Isten fia, aki ember fia, ez eljön a világba, és olyan dolgokat csinál, amiket a történelmi írók és a szent írók lejegyeztek, és nyilvánvalóvá tették a mi számunkra is. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én is mindig, most is, amikor készültem erre az alkalomra, mindig rácsodálkozok, mindig ledöbbenek, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden, és minden hála és dicsőség az úré legyen azért, amit ő tett. Na, ez egy örömünnep, és ma már pontosan azon a napon vagyunk, amikor már tényleg az örömről van szó. Ugye pénteken volt a megfeszítésnek az ünnepe, és most vasárnap reggel kiderült, vasárnap reggelre, 2000 évvel ezelőtt, hogy a sírüres, és nincs benne az, aki pénteken belekerült, és ez az azóta is, tudva vagy nem tudva, ismerve vagy nem ismerve, a világ mindenségnek a fókusza, a központja, az origója, mindennek a közepe lett ez az ünnep. ez arról szól, amit az evangélium úgy fogalmaz, hogy mit tett Isten az emberért. El szoktam mondani, és el szoktuk sokszor mondani, hogy az evangélium az nem az, amit mi teszünk az Istenért, még csak nem is a bizonyságtételünk, még csak nem is az, hogy mi ezekről beszélünk, hanem az evangélium arról szól, amit az Isten tett, értünk. És ezt elfogadjuk, vagy elutasítjuk, hiszünk benne, vagy nem, ez akkor is tény, ez 2000 évvel ezelőtt megvalósult valóság. Ez olyan valóság, amely arról szól, hogy Isten hogy gondolta ki, és hogy tervezte el, az embernek a megmentését, annak a bukott embernek, akinek nem volt, nem volt perspektíva. És különösen ez az időszak, amikor Jézus megjelenik a világba, akkor több száz évek előtte se szó, se felelet, semmi nem volt. És akkor jelent meg az Istennek a fia, a názáreti Jézus, egy, egy, egy poros kis városkába, és egy úton, és tudjuk, és karácsonykor ugye ezekről emlékezünk meg, majd fellépett 30 évvel később, és bejelentette az ő programbeszédjét, és elindult valami olyan, amire azt mondták az emberek, hogy csak ámuldoztak, hogy hogy létezik ez. Nos, én erről szeretnék ma beszélni nektek, és én azt a címet adtam az én üzenetemnek, hogy a kereszt botránya és bolondsága. Ugyanis a kettősség jellemzi ezt az egész ö, ö, művet, ezt a megmentésnek a művét, és a korintusi levélből vettem az 1. Korintus 1-ből a, a igét, és azt szeretném is felolvasni, és erről beszélnék. Azt mondja a Károli fordítás szerint az 1. Korintus 1.18-tól. Mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol van a bölcs? Hol az írás tudó? Hol van-e világnak vitázója? Nem, de nem. Bolondságát tette Isten a világnak bölcsességét. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botrányt, a görögnek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél ináig. Két dologról beszél itt Pál. Pál apostol, aki Közvetlenül nem volt jelen a megfeszítéskor és feltámadáskor, illetve nem tudjuk, hogy hol, hol volt, de nem úgy volt jelen, mint a tanítványok. Pálapostól egy katartikus megtérésen keresztül, ahol Isten megérinti őt, fordul oda a mindenható Istenhez, és, és kapott egy olyan mennyei természet fölötti élményt, ami teljesen megváltoztatta az életét, és kapott egy csomó olyan kijelentést, ami a mai napig is az egész evangélium megértésében, sőt én mondom, az egész szentírás megértésében segítségünkre van. Most először szeretném a botránkozást megmutatni nektek, vagy arról beszélni, hogy mi, mi is ez. Mi van akkor, amikor azt mondja, hogy, hogy az evangélium ebben a két nagyon fontos dologban, érinti, vagy jut el az emberekhez, az egyik a megbotránkozás, a másik a bolondság. Az egyik a vallásos vagy zsidó embereknek a botrányköve, a másik az pedig a görögöknek, ahogy itt olvasuk a szövegben. Jézus Krisztusnak tehát a világba jövetele és a megjelenése, a Titus Levél 2.11 azt mondja, hogy mert megjelent az Istennek üdvösséget adó kegyelme minden embernek. Minden embernek megjelent az Isten kegyelme. Tehát, amikor megjelenik a názareti Jézus, akkor azt látjuk beteljesülni, hogy ő benne megjelent az Istennek az üdvösséget, vagy a megigazulást hozó kegyelme. Most mi volt ebben a botrány? Mi ebben a botrány, hogy ez így megjelenik? A botrány az abban van, hogy és ez mai napig is, 2000 év óta semmit nem változott, amikor az emberek várják az Istent, és gondolkoznak az Istenről, akkor általában az esetek legnagyobb részébe nem azt kapják, amit várnak. Hanem valami olyan dolgot kapnak, amire nem számítanak. Amire nem számítottak. Jelen esetben például mekkora botrány az egy zsidó embernek különösen, amikor azzal szembesül, hogy az a messiás, az a felkent, akit ő vár, aki majd megszabadítja és leveri a, a, a római igát, és kihozza a zsidó népet, és kihozza az izrael fiait a fogságból és a rabságból, ahogy annak idején Egyiptomból is kihozta őket Isten, és ehelyett kapnak egy. Egyébként fantasztikus embert, aki csak jót tesz, és csak jót végzett az emberekkel, gyógyított, szabadított, aki szeretetről beszél, aki megbocsájtásról beszél, aki arról beszél, hogy milyen az Isten országa. És ez egy megdöbbentő dolog. És ez egy botránkozásra adó. Ez, ez olyan, amit, amit nem lehet csak úgy feldolgozni. Viszont abban a pillanatban, amikor nem azt kapjuk, mai napig is, Feri, két hete erről beszél, amikor nem azt kapjuk, amit várunk, és nem úgy kapjuk, ahogy várunk, az egy nagyon veszélyes állapot. Az egy nagyon veszélyes állapot, mert onnantól kezdve nem csak azt utasítjuk el, aki szól, hanem magát az Istent utasítjuk el. Amikor, amikor szembesül az ember azzal, hogy az ő Isten képébe nem illeszkedik be az, amit most lát és amit tapasztal, az nagyon nagy gáz. Hányan mondják nekem azt, hogy ha Isten, nem, ha Isten volna, akkor nem így nézne ki a világ? És gondoljátok, hogy Isten frusztrálja ez a mennybe ú, uh, mit kéne csinálni, hogy mégis ne így gondolkozzanak az emberek. Vagy gondoljátok, hogy akkor, amikor az emberek nem úgy kapják meg, akár hívők, akár újjászületett hívők, nem úgy kapják meg azt az áldást, azt a gyógyulást, azt a szabadulást, azt az anyagi áldást és az összes többit, mint ahogy ők azt várják és elgondolták az Istentől, akkor kiakadnak az Istenre. Akkor azt mondják, hogy tényleg van Isten? És ha van Isten, akkor miért nem foglalkozik velem? Miért nem látom meg az életembe? Miért nem látom meg a környezetembe? Imádkoztam érte, és uram, te nem hallgattad meg? Hát akkor hagyjuk az egészen. Nem érdekes. A botránkozás nagyon veszélyes üzem. Azért veszélyes üzem, mert a botránkozás feloldja a lelkiismeretünket az Istennel kapcsolatosan. És azt gondoljuk, hogy jogunk van. Az Istent megmérni. Jóunk van arra, hogy az Istent bekategorizáljuk valahová. Főleg oda, ahonnan mi várjuk a jót és az áldást. Tehát a zsidóságnak is szembe kellett ezzel nézni, hogy nem illett bele az Isten képbe. Nem azt hozta, amit várunk tőle. És az a döbbenetes, hogy a felkentről ugye egy nagyon komoly bibliai ö, ö, igék vannak nagyon komoly leírása hogy milyen a felkent, hogy ki lesz a felkent, és hogy ő mit fog tenni, mint felkent. És ezért nem akarok ebbe elmenni, de nagyon sok esetben még azt is elfogadják a, a zsidók, a mai napig egyébként, hogy lehet felkent, nem zsidó származású ember. Az a lényeg, hogy a felkent az azért van, vagy azért az a szolgálata, hogy megszabadítsa az izrael népét. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és nagyon könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy az isteni elgondolásunkba próbáljuk bele vonni, beletenni magát az Isten. Soha, soha senki nem fogja tudni ezt megcsinálni amikor színről színre fogunk látni, akkor fogunk egy csomó dolgot megérteni. És most, ahogy mondja a Szentírás, a rész szerint van az ismeret, rész szerint van a profitálás, rész szerint van a megértés. Az Ági tőlem teljesen függetlenül idézte keresztelő Jánost. Abban az időben két ember határozta meg, annak a társadalomnak a, a, a működését vagy a, a, ez az egyik a keresztelő János volt, a másik pedig a főpap. Persze ott volt a római hadsereg és az összes többi, de alapvetően ez a két ember volt az, aki Jézus korában e, domináns volt. <kül> és az a keresztelő János, aki egyébként profétál Jézusról, egy csomó olyan dolgot mond ki róla, ami, ami, ami teljesen új is volt, de nyilván az országfővetségi íratokra hivatkozva, és elmondja, hogy most teljesedett be a nap, most jött el az éjszaka, stb. stb. Sok mindent mond Jézusról, például, és majd arra kitérek az Isten báránya, íme az Isten báránya, aki elveszi a világbűnét. És ez a keresztelő János börtönbe kerül. És börtönbe kerül azért, mert megintette az uralkodót, hogy azt, amit csinál, azt a házasságtörő életet, azt, azt nem csinálhatja, az bűn és ettől kihúzta a gyufát, és, és bebörtönzik. És ugyan azt olvasjuk, hogy keresztelő János valahol, vagy a Herodes valahol csípte ezt a keresztelő Jánost, de egyszerűen olyan nagy volt rajta a nyomás, hogy eljött az a pillanat, amikor bizony keresztelő Jánosnak a börtönben meg is kellett halnia, lefejezték. De míg még nem történik ez meg, akkor kiüzeni Jézusnak. És figyeljetek, botránkozásról beszélek. Kiüzen a tanítványaival Jézusnak, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ő volt az, aki látta, hogy amikor bemerítette Jézus, hogy megnyílt a menny, és az Istennek a szelleme az galambként leszállt Jézusra. És hallatszott a mennyei szózat, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És képzeld el, hogy erről a pontról eljutni arra a pontra, hogy tényleg te vagy az, Tényleg te vagy az az Isten, aki eljövendő, akit várunk? Vagy valaki más? Mi történik Jánosba? Egy megrecsenés, egy, egy megbotránkozás, egy elbizonytalanodás. Most mindegy, hogy most milyen szinten, ezt nem, nem tisztem. A, utána Jézus elképesztő bizonyságot tesz Jánosról, hogy asszonyoktól szülöttek között nincs nagyobb nálánál de Jánosban is megtörténik ez. János is nem érti, hogy hogy történik. És hogy Ági is mondta, és idézte a Szentírásból, az Jézus csak annyit mondott, hogy menj el, menjetek el, és mondjátok meg a Jánosnak, amik történnek. És ez kellett, hogy a Jánosnak egy visszaigazolás legyen arról, hogy Jézus Krisztus a megígért mesiás. De akkor, amikor ott vagy a börtönbe, akkor, amikor ott vagy a nehézségekben, akkor, amikor várod az Istennek a megjelenését az életedben és a szabadítását, és az késik, akkor nagyon nehéz helyzetbe vagy. Mert akkor mérettetik meg a te és az én hitem is, és az én bizalmam, és a te bizalmad, hogy megint megpróbáljuk úgy megoldani a dolgot, ahogy mi elképzeltük, és ahogy mi igéket felsorakoztatunk, és elmondjuk az Istennek, hogy tudod, meg van írva a Bibliában, mintha nem tudná, hogy én Jézus sebeiben meggyógyultam, és tessék jönni, és tessék engem meggyógyítani. Feri két hete pontosan erről beszélt. Nagyon személyesen és nagyon szívhez szólóan mondta el a saját sztorián keresztül. Ugyanezt a dolgot, amit János is átélt. És drágám, tudjad, Isten soha nem hagy el. Isten soha nem fordít hátat neked. Isten soha nem fogja azt mondani, hogy elegem van belőled, borzalmas vagy. Innentől kezdve hagyj engem béként, csak menj bárhova csinálj be. Nem, tehát ő nem egy hisztis férj, vagy feleség, vagy nem tudom én ki, ő elkötelezte magát az irányunkba. Minden fértől és feleségről ezen nem is bocsánatot kére. És természetesen jelen valók mindig kivételek. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor nem értjük az Isten miért késik, miért nem jön, miért nem úgy jön, ahogy mi gondoljuk, miért nem azt teszi, amit mi gondolunk. De figyelj, nem tudod megtenni. Az Isten nem, nem a te szobainasod, ezt sokszor elmondtuk. Ő mindent megtesz, érted, és mindent megtett 2000 évvel ezelőtt, de nem vált a szobainasodnál, hanem amit ő készített a számodra, az el se tudod képzelni, és az annyira a legjobb, hogy neked fogalma, és nekem fogalmam nincs erről. Ott van a börtönbe, és azt mondja, hogy te vagy az eljövendő. Biztos, hogy te vagy. Biztos, hogy te hozod el, és te hoztad el az Isten országát. És Jézus azt mondja, hogy nem kell magyarázkodni, csak mondjátok el, vagy én nem fogok magyarázni, csak mondjátok el, hogy mi történik. A másik megbotránkozó ezen az vonalon, ami Péterünk, ami drága Péter atyánk fia. Amikor Péter kijelenti, Péteren keresztül kijelenti az atya, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, Máti 16-ba olvasuk. akkor, akkor a Péter valamit megértett. eltelik egy nem tudjuk mennyi idő, kis idő, a Szentírásban szinte azonnal utána, eltelik egy kis idő, Jézus beszél az ő haláláról és az, hogy mi történik vele, és akkor azt mondja a Péter, hogy Mentsen Isten Uram, nem történhet ez meg te veled. És akkor azt mondja Jézus, hogy Péter bántásomra vagy nekem. És ez a bántásomra vagy velem, ez ugyanaz a skandalom, ugyanaz a megbotránkozás. Péter, megbotránkoztatsz, mert nem az Isten dolgaival foglalkozol, hanem az ember dolgaival, az emberek dolgaival. Az emberek dolgain keresztül és az emberekkel való kommunikáción keresztül nem az Istenhez kerülsz közelebb, lehetnek nagyon jó bizonyságok, amelyek visszaigazolnak, de az Istennel való kapcsolatod, az soha ne függjön az emberek véleményétől. Az soha ne függjön attól, hogy ki mit gondol rólad. És ezért Jézus azt mondta, hogy Péter, az előbb nem mondta így, ezt most én mondom így, az előbb kijelentetted az én mennyi atyám akaratát, tehát most pedig botránkoztatsz, mert azt gondolod, hogy azzal, hogy te engem presszionálsz bármilyen módon is arra, hogy ne azt tegyem, amit az én mennyi atyám akar, ezzel, hát így mondta neki, hogy távasz tőlem sátán. Tehát azért ez egy erős dolog a legjobb, egyik legjobb barátodnak így mondani a, a, véleményét. És nyilván azért mondta Jézus, nem azért, mert meg akarta bántani, hanem azért, mert a Péter teljesen kiesett abból a pozícióból, abból a helyzetből, amiben Isten akart, hogy legyen. És ezt meg kell értenünk, Péternél is meg kell érteni. A Péter is úgy gondolta. Figyeljetek, még a feltámadás után is úgy gondolták. Az abcser egybe is még úgy gondolták, hogy uram, most van az az idő, amikor helyreállított a királyságot, az Isten országát, az Isten királyságát. Tehát egyszerűen meg kell értenünk, hogy ők egy olyan koncepciót alkottak a mesiásról, Jézusról, amiben ő akkor abban a szolgálati formában nem illett bele. És akkor menjünk el a másik meghatározó emberhez, a főpaphoz. A főpaphoz, aki, aki, akinek úgy mond, felügyelnie kellett az egész országnak, az egész zsidóságnak, pláne egy ilyen elnyomó közegben felügyelnie kellett a szellemi életét, a szellemi tisztaságát, a, a, a tantételbeli tisztaságát, a, és az egyéb tisztaságát. És ugye a, a farizeusok, a főpapok tanácsa, a Sanhedrin, az mind arra volt, hogy és Jézus szolgáltát is elkezdték ebbe a mércébe belemérni megmérték, utána mentek, figyelték, hogy mit mond, figyelték, hogy mit csinál, figyelték, hogy, hogy szó, megtöri a szombatot, figyelték azt, hogy mit csinál szombaton, amiről rögtön rá lehetett húzni az, hogy ez az ember, ez elhangzott, nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot, holott Jézus megtartotta. De elmentek az emberek, és úgymond a kákán is keresték a csomót, és próbáltak belekötni, meg, 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 próbáltak megbotránkozni benne, és sikerült is. Azzal, hogy na hát ez nem az Istentől van. Drágáim, Jézus ez nem zavarta meg. Jézus tudta, hogy honnan jön, és hová megy, és tudta azt, hogy, hogy neki ezt a munkát, amit az Atya rábízott, el kell végeznie. És tudjuk, hogy el is végezte. Ők vártak egy hadvezért, ők vártak egy, 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 egy igazi mesiást, nem egy ilyen teljesen bizonytalan valakit. Jó gyógyulások, szabadulások, ezek ilyen másodlagos kérdésekké váltak. Halott feltámadás, hát ezek másodlagos kérdések. Na de, de, mi tudjuk, hogy mi ennek kell lenni a mesiásnak. Mi tudjuk, hogy ki a mesiás. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez az ember nincs Istentől. Isten őrizzen bennünket azoktól az előítéletektől, amik a hétköznapokban akár egymás iránt, akár az Isten iránt érnek bennünket. Amikor megpróbáljuk az Istent úgy a helyére tenni, ahogy mi gondoljuk. Azt javaslom, és Jézus ezért küldte el a Szent szellemet, hogy enged, enged, hogy az Isten jelentse ki magát neked. A te életedre, a te szolgálatodra, a te jövődre, a te mindenedre vonatkozóan. Akkor nem fogsz eltévedni. És van egy nagyon jó hírem. A Szent Szelem azért jött el, hogy úrrá tegye bennünk a Mesiást, a Felkentet, a Krisztust. Hogy, hogy, ő úr legyen az életedben. és az is, mert az is, és hogy te ezt ne csak távolról, vagy nem tudom honnan értsd meg, vagy ismerd meg, hanem egy az egybe a te szívedben. És eljön az a pillanat, amikor azt olvassuk, hogy egyszer csak jövendőt mond ez a főpap. És a János 11.50-ben, 52-ben olvassuk, hogy amikor nagy vita volt közöttük is, Jézus illetően, hogy most akkor, akkor hogy van ez, akkor ő azt mondja, és nézzétek meg, mennyire érdekes, hogy Egy közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nekik, ti semmit nem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elnevesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. Azért ez nagyon döbbenetes. Akik egész életükben, és ő maga is aztán, amikor találkozik Jézussal ott a kereszt előtt, ugye a nagy csütörtökön, amikor találkozik, és az egész életükben arra voltak beállva, hogy, hogy megbotránkoztak, hogy meg, meg voltak botránkozva. És nézzétek meg, mit ad Isten ez az ember, mivel abba a pozícióba volt, amiben Isten akaratából került. Ez az ember jövendőt mond. Ez az ember egy olyan, azt mondja a Biblia, hogy ugyanúgy, azt mondja Péternek, amit idéztem a Máté 16-ból, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És azt olvassuk ugyanígy, hogy hogy ez a főpap is kimond egy olyan proféciát, amiről ő maga sem tudta, hogy ő most milyen pozícióból mondja ezt ki. És azt mondja, hogy jobb, hogy egy ember halljon meg a népért, mint hogy az egész nép elveszem. És pontosan így történt. Pontosan így történt. Na tehát azért, mert valaki meg van botránkozva, vagy a megbotránkozás állapotában van, még nem jelenti azt, hogy az Isten nem akar foglalkozni velem és ezért nem szabad bekategorizálnunk senkit. Senkit. Ha ő most éppen úgy van, hogy pampog, meg nem tetszik neki, meg mit jössz te ehhez, hagyjál engem, meg nem tudom én mi, mi, hány ilyen találkozunk az utcán, akkor is szeretném mondani, hogy te csak szóld az Istennek az igéjét, bátorítsd, erősítsd, mondd el neki, hogy Jézus mit tett érte, és a többit az pedig bízd az Istenre. Tehát a megbotránkozás, ahogy mondtam, az egy veszélyes üzem, és drága barátaim és testvéreim, kérlek benneteket, hogy amikor nem értitek az Istent, amikor nem tudjátok, hogy mi az ő akarata az életedben, akkor nem megbotránkoz, hanem keresdőt. És aki keresik az Urat, azok megtalálják. Tehát a zsidók és a vallásos világ felé, ez volt a, a a botránkő, hogy, hogy egyszerűen nem ismerték fel Jézusban azt, akit az Isten adott, de hát, ha legyünk őszinték, tartok tőle, hogyha én vagy te, de mondjuk én magamról beszélhetek, lettem a valószínű, hogy én is ebbe a kategóriába tartoztam volna, hogyha nem értem meg. Ha csak nem lett volna nagyon olyan az állapotom, mint a legtöbb akkor Izraelben ért szegény, nyomorult bűnösnek, akik elesettek voltak, akik, akik küzdöttek önmagukkal is, és akik megnyitották a fülüket és a szívüket az Istennek, és az Isten jött és meggyógyította és megszabadította őket. A bolondság a következő. A bolondság, mi az a bolondság? Ugye Pál azt mondja, hogy a görögöknek. A görögök képzett gondolkodók voltak, és a görögöknél a gondolkozás, a gondolat az nagyon fontos volt. Ők meg akarták észre érteni azt, hogy mi a megváltás. Meg akarták észre érteni azt, hogy, hogy, hogy micsoda bolondság ez, hogy meghal valaki a bűnösökért, és aztán azok a bűnösök megtisztulnak. Milyen bolondság az, hogy lejön az Isten, és az életét adja az emberért. Miért kell nekem, miért, hányan találkozunk az utcán? Miért kell nekem, hogy értem, meghalljon Jézus? Miért kell nekem? Én nem vagyok bűnös, én jó ember vagyok. Én nekem erre nem volt szükségem. Hagyjál engem békén ezzel. A legtöbb ember így reagál elsőre, aztán megértik, mert az Isten megnyitja a szívüket. Ez a ma utca emberével is így van. Ezzel szemben Isten, a szerető Isten nem kérdezi meg tőlünk, amit tenni akar, pontosan azért, hogy se potrán, se bolondság ne akadályozza őt, őt azt teszi, amit ő eldöntött. És tudjátok ezt ráadásul úgy tette, hogy azt olvassuk a Róma 1152 ben hogy Isten mindent engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Tehát ez elképesztően nagy dolog az Isten oldaláról. Ő neki egy dolog lebegett a személy előtt. És szeretném, ha csak ezt megjegyeznétek ma délelőtt, hogy meg fogom menteni az embert, mert én hozzám tartozik. Az én szeretetemet, ha most nem érti meg, akkor is egyszer meg fogja látni. Egyszer meg fogja érteni, és egyszer meg fogja ismerni. Tehát képzeld el, hogy Isten engedetlenséget ad zsidónak, görögnek egyaránt, engedetlenségbe zárja az Isten az embert azért, hogy egyszer mindenkin könyörüljön. Na most a kereszt botránya és a kereszt bolondsága az pedig az, hogy hogyan viszi ezt véghez Isten. Tehát hogyan történt meg ez a mi életünkben. Tehát a botrányt látjuk, az a vallásos emberek számára nem illeszkedő Isten képnek az a, a összeférhetetlensége, a bolondság az pedig a következő. És akkor itt szeretném elmondani azt a hitemet, amire eljutottam ebben. Keresztelő János tehát úgy állítja be Jézust, hogy azt mondja, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűnét. És sokat beszéltünk róla, hogy Isten hozta ezt a bárányt. Ezt a bárányt, aki elveszi a világ bűnét, ezt az Isten hozta az emberért. És nem az ember vitte az Istenért, mint ahogy az Ószövetségben egyébként így volt. Na és hogyan történt ez meg? Erről szól igazából a húsvétnak az ünnepen. Tehát ezt a bárányt Isten hozta, és átadta, és kiszolgáltatta az embernek. Az Isten báránya, aki az emberek kezébe kerül. És mi emberek, hozva a saját formánkat, mi mit tettünk vele? Mit tettünk az Isten bárányával emberként? Mit mond, miként mondja Ézsaiás 53.6, hogy minnyáj, mint jók eltéve jöttünk, kikik a magunk útjára tértünk. gonoszságunkban gyűlöletünkben és mindenféle egyéb indulatból megöltük. Ezt szembe kell néznünk. Tehát az az ember, akit meglátogat az ő istene emberi formába, az az ember az ő istenét fogja és megöli. És ezt úgy teszi, mint aki meg van győződve, hogy jót tett, amikor ezt tette, vagy jót tesz, amikor ezt tette. Na most, ha ő ebben nem partner, akkor ezt nem tudtuk volna megcsinálni. Tehát, hogyha ő nem engedi ezt meg, ezt az állapotot, akkor mi semmit nem tehetünk volna. De ő, ő belement ebbe. Ő partner volt ebbe, hogy amikor oda kerülünk, amikor oda került ez az egész helyzet, hogy választani kellett. És a Pilátus végig ezen munkálkodott, hogy hát figyelj, megveszőztetem hát, ha megesik a szív, szívük rajta. Oda eléjük ezt a PP-vert embert. Hát csak csak, nem fogják azt mondani, hogy feszíts meg. De nem, tévedett, el, el megfeszítették, és megfeszítettük, és megöltük. És ez nem spontán tettük, ahogy a főpap is mondta. Ez a terv, ez már az világ felvétele előtt megtörtént. Az örökké valóságban a jelenések, 13, 8 és az 1 Péter 1.20, ezt mondja ki, mondjuk az 1 Péter 1.20-at, ha megnézzük, akkor azt mondja ott az Isten igéje, hogy tehát nem, nem spontán volt az Isten, hogy gondolkozott, hogy most akkor mi legyen, most akkor, és Jézus is, hogy ha most akkor belemenjünk ebbe, vagy nem menjünk bele, nagyon nehéz volt. Rettenetesen nehéz volt. De azt mondja az Péter 1 Péter 1.20, aki el, el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén tiérettetek. És a jelenések 13 is azt mondja. Na, a keresztboroncsága a számomra az, hogy hogyan vitte véghez az Isten azt, hogy az ember megölhette azt az áldozati bárányt, amelyet az Isten hozott. Most egy kicsit meredek lesz az a mondat. Hogyan léphet elő az ember Istennek áldozatot bemutó pappá? A bűnös ember. Az a bűnös ember, és gondoljatok bele az ószövetségi papi rendszerbe, hogy mennyire zárt, és mennyire szigorú volt, és mennyire nem volt mindegy, és nem lehetett azt tenni, amit akarnak, és nem mindenki áldozhatott, nem mindenki mutathatott be áldozatot. El kellett menni a templomba, a papok, és a Jomki Purkor azért az egyszer a főpap tette meg. Tehát most gondoljuk végig, hogy belemegy Isten abba a dologba, hogy úgy szolgáltatja ki a fiát, hogy az emberek kezébe adja, a fia együttműködik ezzel, és az emberek keresztvára feszítve feláldozzák és megölik őt, az Istennek a fiát. A bűnös, gonosz emberek. És ezért mondja, hogy a bűnösök közé számláltatott, és a bűnösök. Hát ez nem egy messiás kép. Ez nem annak a képe, hogy eljön a dicsőséges messiás, is, és mindent, de mindent letarol, ami gonosz, elcsöpri a földről, ami jó, azt fölemeli, és a többi. Ez úgy tűnik, hogy egy teljes kudarcnak a képe. És mondja is Péter a beszédjében, hogy az életnek fejedelmét megöltétek. Vagyis ez a kiszolgáltatott helyzet Amiért Jézus úgy imádkozik, ez volt az első mondata a keresztül, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. A főpap se tudta, hogy ő főpapi minőségében mit szól. És azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És honnan tudjuk, hogy ez az áldozat, ez elfogadható volt? Hogy ez az áldozat Isten szerinti volt? Honnan tudjuk meg? Honnan? Onnan, hogy az atya elfogadta. Az atya elfogadta. Az atya nem azt mondta, hogy ti akartok nekem áldozatot hozni. Ti mocskos, szennyes, nép ember. És pont a legszentebbet. És ugye itt mindjárt jön az a kép is, hogy nem az a, nem az a fontos az áldozás és az áldozat bemutatása szempontjából, hogy mennyire bűnös, aki az áldozati bárányt hozta hanem hogy az áldozati báránynak kellett hibátlannak és szeplőtlennek lennie. Mindig, az összes áldozati rendszerben. A zsidó áldozati rendszerben. Tehát nem az volt a fontos, hogy mennyi bűnt követett el az, aki hozza az áldozatot, hanem az volt a fontos, hogy az, amit áldozatként hoz, az tökéletes és hibátlan legyen. És soha a világ történelem során nem volt szentebb, tökéletesebb, igazabb áldozati bárány, mint a názáreti Jézus Krisztus. Ez az egész egyébként egy racionálisan gondolkozó embernek egy bolondság, hogy miért így van, és mégis tetszett az Istennek, hogy így legyen. És hogy egy ószövetségi bizonyítással is próbáljak élni és mielőtt megbotránkoztok, nagyon bennem elmondom, hogy az Ószövetségben is így volt. Az Ószövetségben is így volt. Ugyanis amikor a, a, a Peszák, a Páska ünnep, amikor kivonul a nép Egyiptomból, akkor Isten elmondta pontosan, hogy mi a kivonulásnak a menete, hogy hogyan fog az történni, és hogyan kell történnie. És úgy kellett történnie, hogy le kellett ölni minden háztartásban egy ép, egészséges, teljesen tiszta bárányt. És annak a báránynak a vérét is oppal föl kellett kenni a fára, az ajtófél fára és jött az öldöklő angyal, és elment. És nem azt számított, hogy ki van bent a házba. Azt számított, hogy ott volt a vér. Nem azt számított, hogy akik bent voltak, azok milyen állapotban voltak éppen. Hívők voltak, nem hívők. Ugyanis kiderül, hogy az elegy-belegy nép is együttműködött ebben a dologban akik hitre jutottak ebben, hogy ez tényleg az Istennek a karja és az Istennek az útja, és szerintem azért is voltak az előző csapások, hogy eljussanak az emberek erre a felismerésre. És ha az Isten ezt kéri, akkor megadjuk neki, és ha az Istennek megadjuk azt, akkor az, mert ugye ez egy ilyen törvény volt, abban az időszakban, még nem is volt törvény, akkor az Isten ígér valamit, amit megtesz. És úgy volt, úgy volt, elment az ördöklő angyal, és nem ölte meg őket. Kikölték le ott is a bárányt, Mind azok, akik ott voltak. És azt olvassuk, hogy az elegyben egy nép is, aki ott volt, az is leült a bárányt, az is fölkente, mert az is megszabadult és megmenekült az Izrael népével. És tehát ez azt jelenti, hogy mindenki, ugyanúgy a Jézusnál is mindenki összefogott, még barátságok is születtek a Herodes és a Pilátus között. Mindenki összefogott azért, hogy az Isten bárányát beáldozzák és feláldozzák. Megöljék. És ez nem oldja fel az ő bűnüket, hiszen Péter ezért mondja az abcselben. Ez nem oldja fel, viszont mégis valami megtörtént, aminek meg kellett történnie. És tudjátok, sokszor elmondtam már, hogy ez volt az emberiség életének, történelmének a legmélyebb pontja. Ez minden bűnöknek a bűne volt, ez mindennél lejjebb volt, amikor mi megöltük az ártatlant, a tisztát, a szentet. De ez az Istennek a terve és az elképzelése volt. Ezt Isten akarta, hogy így legyen. Ezt Isten szolgáltatta ki Jézus, hogy ez így legyen. És Jézus pontosan tudta, mert amikor azt mondja, hogy atyám, újjék el ez a pohár, rettenetesen nehéz volt szembenézni és belemenni ebbe a helyzetbe. De belement, érted és értem. És azért ment bele, hogy az ő vére és az ő engesztelő áldozata megszabadítson téged, és nem csak téged, és nem csak engem, hanem a világ minden bűne ott volt rajta. A világ minden szégyene, a világ minden mocska, a világ minden aljassága, a világnak minden, amit ott kiadtak magukból az emberek, ami ott kijött belőlük, az a kivágott belőlük, az a gyűlölet. Érthetetlenül. Hogy hogy létezik ilyen, és létezett, és megtörtént. De abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, abban a pillanatban kiderült az is. És ez, a, ez az evangélium. Kiderült az is, hogy Isten ott és akkor megbékélt a világgal. Ott és akkor azt olvassuk a 2. Korintus 5-be, hogy megbékült az Isten a világgal, és ránk bízta a békéltetés igét. Az Isten feltámasztotta a harmadik napon. Az Isten feltámasztotta a harmadik napon. És ezért az ő haláláért felelősek vagyunk, és a mi kezeink, mocskos kezünkkel tettük, de a feltámadását azt az Isten az ő kezébe vette. És ezért üres a sír, és ezért támad fel Jézus a halálból, és az az egész azt mondja a Biblia, hogy ha tudták volna, hogy mi történik akkor és ott, akkor nem feszítették volna meg a dicsőség urát. De nem tudták, hogy azzal, hogy ők a gyűlöletüknek utat engedtek, és szabad, szabadon ki csapott belőlük, hogy azzal az Isten akaratát és az Isten tervét vitték véghez. Ez valami elképezte a számomra is, és csak azt tudom mondani, hogy Hát, ilyen az Isten. Az Abcsel 2. 22-24-ben Péter első pünkösdi beszédjénél, hogy a következőt mondja, hogy, elkezd a beszédet, és akkor azt mondja, hogy Izrael férfiai, halljátok meg a beszédeket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, amelyeket ő által a cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatot, nem halára, ott a Károli beszúrta, de adatot, tehát az ő rendelésére adatot megragadtátok, gonosz kezeitekkel keresztre fára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztotta halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia. Vagyis mit mond az igen? Ez az Isten rendelése volt. És ez botrány, és ez bolondság, és ez érthetetlen. És miért von bele bennünket az Isten is? Mégis egyáltalán hogy van ez? Tudjátok, ha nem mondaná a Biblia, én is azt mondanám, hogy nem is értem. Most sem mindent értek, de most egy dolgot nagyon megértettem, hogy még a bukott, romlott embert is fel tudja használni Isten az ő dicsőségének, az ő munkájának a véghezvitelére. És ezért, pláne akik már hiszünk az Istenben, az Isten fiában, akik már elfogadtuk Őt, minket ezerszer inkább használni fog az Isten, és használni akar az Isten az ő tervének a megvalósulásában. Egy dolgot kell tenned, és egy dolgot kell tennünk, sokat, de ezt az egyet szeretném kiemelni, hogy fogadd ezt el. Fogadd ezt el, békülj melyek az Istennel. Békülj meg azzal, hogy Isten tudja az életedet, tudja a sorsodat, tudja a dolgaidat, jobban tudja, mint te. Sokkal jobban teszed, ha az ő kezébe teszed le, ahogy Jézus is mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És amikor bocsánatért esedezik, akkor ugye én teljes szívemből hiszem, hogy akkor az Isten megbocsájtott. Mert az Isten elfogadta az ő imáját, mint hogy elfogadta az ő áldozatát is, az emberiség bűnért. És amikor azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek, akkor, megmondom őszintén, én mindig kételkedtem ebbe a mondatba. Minden tudták volna. Úgy szemetek voltak, ahogy voltak. Mocskosak, szemetek, tudták, hogy mit csinálnak. Zsidók, görögök, mindegyik, aki ott volt, római. És te is, meg én is ugyanezt csináltuk volna. És mégse tudtuk, hogy akkor, amikor ezt tesszük, akkor mekkora, de mekkora fordulatot hoz ez az emberiség életében. Amikor ezt megtesszük, és megtettük, akkor papokként megáldoztuk az Isten fiát azért, hogy aztán az ő vére, és az ő halála, és az ő engesztelése a mi életünknek az áldása, és minden jónak, és minden-minden-minden áldásnak a forrása legyen. Soha ne felejtsd el, hogy az az Isten, aki ezt az áldozatot meghozta, érted. Ez az Isten... Azért hozta ezt meg, mert szeretett, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszölt fiát adta, hogy aki hisző benne elne veszен, hanem örök élete legyen. Tehát ezt tudnod kell, és ezt soha ne felejtsd el, és ezt a gondolatot meg kell, tartsd magadban, hogyha az Isten, és erről emlékezünk húsvétkor, hogyha az Isten ilyen áldozatot hozott értem, akkor hogy ne adna vele együtt mindent nekem? aki szeretem őt, aki elköteleződtem az ő irányába. Nem vagy egyedül. Soha nem is voltál egyedül. Amikor még nem tértél meg, akkor se voltál egyedül. Akkor is tudta az Isten, hogy közel megyek hozzá. Megismertetem vele az én nevemet. Megértetem vele, hogy ki vagyok én az ő számára. És ha nem érted az evangéliumot, vagy nem értjük, vagy nem minden részét értjük, az Isten pontosan tudja, hogy amit ő tenni akart, és amit tett értünk, azt azért tette, mert szeretett bennünket. Elkötelezetten szeretett bennünket. Olyannyira szeretett bennünket, hogy bebizonyította, hogy a mi legnagyobb mocsokságunk, a legnagyobb szemétségünk vele szemben is a javunkra fog fordulni. Ettől ne legyél szemét, meg mocsok, meg nem tudom én mi, hanem legyél Istenfélő, és legyek én is Istenfélő. És nagy-nagy hálával a szívünkben fogadjuk el, hogy ez az Isten, ez elképesztő, az ő szeretete elképesztően nagy dolog, felfoghatatlanul nagy dolog. Úgyhogy kívánom husvétkor, és most kérem is a Laci, -t. Laci, merre vagy? Ked Laci, hogy ő fog bevezetni bennünket az úrvacsorába. De kívánom, hogy hogy mélyüljetek el ezekben a gondolatokban. Értsük meg, hogy az Istennel való kapcsolatunkban az ő oldaláról, az ő oldal semmi, de semmi akadály nincs. Semmilyen akadály nincs, ami elválasztana bennünket Őtől. Az ő oldaláról teljesen elvégezte, amit el lehetett végezni.